Sziasztok! Ebben a videóban, ahogy a cím is az Index kép már árulkodó lehetett, egy teljesen friss autót, friss modellt fogunk megnézni, egy BMW iX-et. Ez egy teljesen elektromos, óriási SUV, és leginkább talán ez mutatja meg most azt, hogy a BMW hogyan képzeli el a jövőt, vagy legalábbis a közeli jövőt, és hát egy némileg megosztó köntösben tálalva, hogyha lehet így fogalmazni, de már látom, hogy ott a képernyők mögött, hát ha még nem is gépelitek, de mindenképpen azt gondoljátok, hogy már megint egy óriási, hát egyébként több mint 2,5 tonnás SUV, amire rá van húzva, hogy nagyon környezetbarát is, majd ugye ilyenekkel mentjük meg a bolygót is. Én is most már azokat az elektromos autókat szeretném látni, amik normál méretűek, elérhető áron megvásárolhatóak is, és az átlag ember számára is egy élhető alternatívát kínálnak. Nos, ez az autó természetesen nem ezekre a kérdésekre ad választ, viszont mégis azt gondolom, hogy azért érdemes megnézni ezt az autót, mert elég sok apróbb vagy nagyobb technikai, technológiai újdonsággal rendelkezik, amivel majd azért alapvetően azt gondolom, hogy alacsonyabb kategóriában is találkozhatunk. Úgyhogy nézzük is most meg ezt az iX BMW-t, egy egynapos ilyen rövid tesztúton vagyok, úgyhogy azért nagyon mélyre menő ez a bemutató vagy teszt nem lesz, de amit lehet, azt próbáljuk meg kihozni a lehetőségekből, nézzük meg az autót. Szóval valójában mi is ez az autó? Hát ahogy mondtam is, egy igen nagy SUV, 4,95 méter hosszú, nagyjából akkora, mint egy X5-ös. Egyébként képeken, videón nagyon csalóka, mert élőben jóval alacsonyabbnak hat az autó, mint virtuálisan. Nagyjából olyan magas, mint az X6-os, ugye a kupésított, lecsapott, tetővonalas nagy BMW. Tehát ilyen szempontból optikailag szerintem élőben mindenképpen jobban néz ki, mint virtuálisan. De hát azért így is egy érdekes formanyelvet követ. Itt a csatornán nagyon keveset szoktam formáról, dizájnról, ilyesmiről beszélni, mert ez teljesen szubjektív, de szerintem egyszerűen nagyon sok az autó. Persze alapból is egy nagy SUV, tudjátok, hogy ez az én szívemhez hát nem a legközelebb álló kategória, de ezen túl is úgy nagyon sok vonal van rajta, valahogy nekem nem áll össze. Vannak rajta egyébként jó részletek is, például az első fényszóró nekem abszolút tetszik. Összességében valahogy nem áll össze, és nekem a legtöbb modern BMW-vel ez az érzésem, hogy igen, újítani szeretne a forma, ezt nem lehet tőle elvenni, de valahogy nekem ez így egy picit sok. Viszont a BMW maga is ennél az autónál azt mondja, hogy alapvetően a belsőből indult ki a fejlesztés, és az volt a fő szempont, ami egyébként érezhető is. Látszik, hogy itt a cél az volt, hogy ne érződjön egy hagyományos autó belsőnek, hanem legyen minél frissebb, otthonosabb. Ebben az anyaghasználat segít is. A konkrét autóban található mikroszálas belső, ami végigfut a műszerfalon és az ajtóborításokon is, tapintásra nagyon finom, illetve megtalálható itt az extraként kérhető fából készült kezelőpult. Lehet, hogy ez egy autóban furán hat, viszont nekem nagyon bejön, szerintem ízléses, a rajta lévő kristályüveg vezérlő gomb, illetve az ajtóra felköltöző ülés állító gombok már kevésbé, azon túl, hogy szerintem egy kicsit bazári is, még zavaró is tud lenni, amikor az ember szemébe tükröződik. Sajnos ez a fa középkonzollal csak egy csomagban kérhető, ha jól értelmezem a konfigurátort. A belsőt egyébként a kellemes anyagokon túl az óriási 12,3, illetve 14,3 ívelt kijelzők dominálják, illetve a hatszögletű hexagon kormány, ami leginkább az új Corvette kormányára hajaz. Ettől először féltem egy kicsit, mert én még az alul lecsapott kormányoknak sem vagyok a nagy rajongója, de használni nem mondanám negatív élménynek. Egy előnye van, hogy a felső lecsapás miatt a kijelző mindig jól olvasható. Messze nem olyan vészes, mint a Tesla Yoke kormánya, de nem érzem azt, hogy akár hatszögletűként újra fel kéne mindenképpen találni a kormánykereket. Szoftvert tekintve a legújabb 8. generációs iDrive rendszer fut rajta, aminek vannak jó és szerintem kevésbé átgondolt elemei. A vezető előtti valamivel kisebb kijelzőn többféle megjelenítés közül lehet választani, ami itt nagy pozitívum, hogy Apple CarPlay Android autóról érkező navigációs utasításokat is meg tud jeleníteni, illetve a Head-Up Display az egyik legjobb, amivel valaha találkoztam, szintén bőven konfigurálható, jól olvasható. Természetesen szinte az összes funkció a nagyobb középső kijelzőre költözött, aminek a legfelső csempés része még kifejezetten jó,
az ez alatti bővebb ikonos menürendszer már kevésbé. Hasonló ikonokat az egyik első telefonom, a Sony Ericsson P800 használta, vagy a legtöbb szimbiános eszköz, ami egy autó esetében szerintem nem annyira szerencsés. És ugyan van gyors elérési menü lehúzva, mint egy okos telefonban, de ez így egy autóban szerintem túl sok. A klíma kezelője is a kijelzőn van, nem rengeteg logikával, az anyós oldal eléréséhez például el kell húzni a kijelzőt, egyszerűen szerintem sok. Eközben a kijelző felbontása természetesen nagyon magas, a kamerának a képe is nagyon jó, illetve található egy kis kamera az utastérben, amit akár az autóból, akár távolról, telefonról is el lehet érni és be lehet nézni az autóba, valamint a külső 360 fokos kamera képe is lekérhető távolról, így megtekinthető az autó külső környezete, bár ezek a funkciók elméletileg Magyarországon a jogi környezet miatt nem elérhetőek. A különböző gimmickség határát súroló extrákat még hosszan lehetne sorolni, ilyen az öngyógyuló anyagból készülő és fűthető vese, így az ott található szenzorok, érzékelők, fagy vagy hó esetén nem válnak inaktívvá, vagy az elől-hátul mosható kamerák, és a gomnyomásra sötétíthető hatalmas elektrokromatikus napfénytető. Nem kérdés, hogy az autó egy techparádé, amit a BMW jelenleg tud, az itt megtalálható, de sajnálatos, hogy az iDrive rendszerekre korábban jellemző átgondolt, letisztult felület egy kicsit túl lett tolva véleményem szerint. Beszállva egyébként a küszöböknél látszik, hogy karbon elemeket használtak, de nem az egész struktúra épül abból, mint például az i3-as BMW esetében, és hátul természetesen hatalmas a hely, három ember itt probléma nélkül el fog férni, a fejtámlákban oldalanként kettő Type-C csatlakozó is található, illetve ide rögzíthető válfa vagy tablet tartó is. A csomagtér 500 literes, tehát az autó praktikuma mindenképpen megvan, de azért egy közel 5 méteres autótól ez nem is túl nagy elvárás. Úgy néz ki egyébként, hogy jelenleg kétféle változatot lehet ebből az autóból kapni, az X-Drive vagy X-Drive 40i, illetve 50i változatokat, amiben most ülünk, ez az 50i, a nagyobb teljesítményű, nagyobb akupakkos változat, bruttó 111 kWh áll rendelkezésre, ez nettóban 105 kWh-s akukapacitást jelent, ami azért alapvetően nem rossz, és emellé 530 lóerős teljesítmény társul. Természetesen rettentően indokolt egy 2,5 tonnás autónál ez a teljesítmény. Elől is van ugye egy villanymotor, illetve hátul is. Az első az valamivel alacsonyabb teljesítményű, és hát az autó az egyébként szürreálisan megy. Tehát tényleg 14 másodperc alatt gyorsul 0-ról 200-ra, nyilván szintén egy ekkora autónál rettentő fontos adat, de most 40 km per óráról egy nagyobb gázadásra, ez egy 110, szóval teljesen szürreális. Nem azt mondom, hogy ilyen villanyautók közt valami felfoghatatlan sebesség, amire képes az autó, hisz ugye a villanyautóknak ez egy létező tulajdonsága, és egy nagyobb teljesítményű Tesla modelles, vagy Model 3 esetében is, vagy egy Porsche Taycan, ugye Audi e-tron GT esetében, ennél még jobb gyorsulás is rendelkezésre áll, de ami ebben tényleg szürreális, hogy egy ekkora autó egyszerűen olyan megerőltetésmentesen gyorsul fel arra 200 km per órás végsebességére, hogy ez elképesztő. És egyben egyébként tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy félelmetes is, mert mindenhol letagadja az autó a méreteit, de olyan szinten, kanyarban is van egyébként hátsókerék kormányzás is ebben a konkrét darabban, ez egy kérhető extra, szóval szó szerint több méretet tagad le az autó, de egyedül egy helyen ezt nem tudja megtenni fékezéskor. Ilyen szempontból ez a villanyautós dolog, ugye még inkább csalókan, még kevésbé érzi az ember a sebességet. Egyébként itt az autóban van segítség, hogy esetleg jobban érezze az ember a gyorsulást és a sebességet. Az Iconic Sound nevezetű funkció, ugye ezt Hans Zimmer komponálta, ezeket a zajokat, hangokat, amit az autó ki tud adni. Most át is teszem egyébként itt a módválasztót, hogyha kilép az Apple CarPlay-ből, igen, sportmódba, ott például már egyből ugye jelen van ez a hang. Hát ez ilyen. Menni, vezetni az iX-et alapvetően nem igazán BMW-s, hogyha ugye ez egy létező karakterjegy, nagyon nyugodt egyébként. Nyilván a legtöbb villanyautót ilyesmi vezetni egyébként, kellemes, nyugodt, de nagyon-nagyon csöndes, tényleg elképesztően csöndes, pedig dupla üvegezés sincsen, hát 130-140-nél konkrétan olyan, mintha gyalogolna az ember. Semmi sebességérzet nincsen, és
semmi zaj. Ilyen szempontból tényleg az autó mindenképpen kiemelkedő, és hát az utazási komfort is nagyon-nagyon magas. Alapáron sima acélrugós futóműve van az autónak, ez mivel egy jól felszerelt darab, ez a teszt példány, sőt ebbe az összes opció be van pipálva, így nyilván a légrugó is, de egyébként azt hiszem az 50i változathoz talán alapáron is jár a légrugó, meg kéne nézni a konfigurátort, ebben most nem vagyok 100%-ig biztos, viszont hát nagyon-nagyon szépen fut az autó. Ezen most nem a legnagyobb 22-es felnik vannak, mert hogy már téli gumi van az autón, az utazási komfort az nagyon kiemelkedő. Tényleg jöttem itt kevésbé jó minőségű úton is, jó minőségűn is, mindenhol igazából gyakorlatilag megy az ember, és nem sokat érez a körülötte történő dolgokból. Se úthibákat tekintve, se semmi mást igazából. Tehát teljesen egy ilyen elzárt burokban utazik az ember, ami egy kétoldalú dolog mindenképpen, és hát mint vezetési élmény ugye a tradicionális értelemben nyilván minimális, de ez nem is gondolom, hogy arról szólna, viszont a nyugalom az nagyon-nagyon megvan az autóban ilyen szempontból. Nem nagyon volt lehetőségem most rendes fogyasztást mérni, mert lementünk a Balaton nyugati felébe, és eléggé sietni kellett, de nem volt benne se rendes autópályás, se normális országutas szakasz, így egyébként 29 kWh-s fogyasztás jött ki, ami azért elég magas, tehát ennél biztos, hogy normális körülmények közt az autó kevesebbet fogyaszt. Visszafelé viszont 130-al megmérem a fogyasztását, és bevágom ide mindjárt, hogy mennyi lett. Székesfehérvár is kajászó közt az M7-esen végig, megszakítás nélkül pontosan 130 km/h-val 25,5 kWh jött ki, ami kifejezetten jó, de valószínűleg ezen a szakaszon ideálisak is a körülmények, mert egy napon mentünk Horváth Andrással, akinek a videóját már valószínűleg láthattátok, és neki egy nagyobb távon mérve 2-3 kWh-val több lett a fogyasztás. A realitás szerintem ilyen 28-29 kWh közt van autópályás sebességnél. Pár mondatot a vezetést segítő, támogató rendszerekről. Itt a legmagasabb assisted driving módot tudja az autó. Ezt be is kapcsoltam, 90 km/h-ra beállítottam, és ugye így teljesen kormányoz, fékez, gyorsít, lassít, nagyon szépen teszi ezt egyébként, tehát nem pingpongozik gyönyörűen a sáv közepében, nem is akar több lenni egyébként, mint ami, ettől legalább nem is várja azt az ember, hogy a világot váltja meg, nem vezet az ember helyett, viszont autópályán is ezt benyomni tudom, hogy egyébként sokan ezeket nem szeretik és veszélyesnek tartják, biztos, hogy van benne egyébként, ha nem megfelelően van használva, veszélyfaktor is, viszont alapvetően nagyon-nagyon meg tudja könnyíteni az utazást. Szerintem ezzel az autóval ilyen 300 km-es etapokat igazából probléma nélkül meg lehet tenni autópályán. Itt 10-80%-ra 35 perc alatt ígéri a gyár a töltést, 195 kW-tal tud tölteni az autó villámtöltőn, DC töltőn, viszont mindjárt meg is érkezünk a kajászói Ionity töltőre, megnézzük, hogy nagyjából mennyi ideig tartja ezt a 195 kW-os töltést. Végül jól lemerülve 4%-kal értem a töltőhöz, itt az elején 190 kW-tal töltött is, 35%-nál 170-nel, és végül 4-ről 80%-ra 32 perc alatt töltött fel, tehát a gyári értékeknél is valamivel jobban. Ez a töltés 2021-ben mindenképpen korrekt, de egy több mint 100 kWh-s aksihoz akár ennél nagyobb teljesítményű töltés sem lenne rossz. Összegezve, villanyautós képességeket tekintve az autó ma mindenképpen tisztességesen teljesít, ebben az igazán nagy SUV kategóriában, ahol Tesla Model X, Audi e-tron, esetleg Mercedes, EQC és Jaguar I-Pace az ellenfele, most azt hiszem talán a legjobb is, bár mindenképpen van korelőnye, ezek legalább 2-3 éves autók. Árban az alap 40-es modell 27 millióról, a nagyobb 50-es változat 36-ról indul, rengeteg pénz, mondanom sem kell, nyilván, de akár házon belül egy belső égésű kategóriatárs X5-ös, messze ettől már annyira nincsen. A plug-in hibrid 26 millióról indul, vagy akár az X7-es, ami utastér méretben szerintem nem is nagyobb az iX-nél, 32 millióról indul, tehát óriási differencia nincsen. Azt hiszem, a BMW-nek szüksége is volt erre az autóra, mert az i3 óta rendes villanyautónak fejlesztett modelljük nem is volt, az iX jelzésnek mindenképpen alkalmas, hogyha kell, akkor a BMW is tud. Számomra egy kicsit kár, mint a márka kedvelője, hogy a BMW technológiai csúcsát ma egy óriási, nagy, batár SUV
jelenti, de hát ezek szerint ilyen időket élünk, illetve azt is hozzá lehet tenni, hogy sok apró érdekessége, újdonsága van ennek az autónak, de valódi újdonságot, innovációt a villanyautózás asztalához nem igazán hoz. Vizuálisan nekem még így az együtt töltött nap után is emésztenem kell, nyilvánvalóan nem is nekem szól, de mindezeket félretéve, aki megvásárol egy ilyen autót, annak mindenképpen ez az iX sokat fog adni. Én ezzel le is zárnám ezt a videót, köszönöm szépen a BMW Magyarországnak a lehetőséget, hogy ilyen hamar kipróbálhattam az autót, nektek pedig köszönöm szépen, hogyha megnéztétek idáig a videót, jövő héten a következő részben pedig találkozunk, sziasztok!